Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok. Ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy. Akkor a mobildonor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. We'll be right back.
slack. Ha otthon elszek, van egy nem használt okostelefonotok. Ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, találját egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy. Akkor a mobildonor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér.
slack. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnadal.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér.
Dibuzni Ás vagyok, és ezen én is csatlakozom a Telekom mobiltalan programjához. Ha otthon elszekülön van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanar.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanar vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. És ezen én is csatlakozom a Telekom mobiltalan programjához. Ha otthon elszekülön van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanar.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanar vagyok. És te? Sziasztok!
Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. És ezen én is csatlakozom a telefon mobiltonalak programjához. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefont, akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobiltonalak.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobiltonalak vagyok. És te? Sziasztok! Yeah.
Ferencvárosi gólokban gazdag jó estét kívánok mindenkinek innen a Tüskecsarnokból. Köszöntöm a Fradi Média YouTube csatornájának a nézőit. Derbi következik a férfi jégkorong Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az FTC Telekom és az Újpest együttese, a két ősi rivális csap össze egymással a mai napon. Ez lesz a két együttes idei harmadik mérkőzése egymás ellen. Eddig az Erste Ligában találkoztak kétszer az együttesek, és egyszer 5-3-as, egyszer pedig 3-2-es ferencvárosi győzelem született. Egy gödörből éppen kilábalóban lévő Ferencváros fogad egy gödörben lévő Újpestet. Ancsin János is az újpestiek ügyvezetője és klublegendája nyilatkozta a Jégkorong blogon nemrég, körülbelül egy héttel ezelőtt, hogy önbizalom hiánnyal és túlakarással küzd a csapatuk. Ugye ott is el kellett küldeni 3 légióst nemrég, illetve voltak itt már a szezon elején. Kmetz, Orbán, James Orbán és Jervinen is távoztak Újpestről. Azt mondta Ancsin János, hogy újra tervezés kell mindenképpen a lilafehéreknél. A Fradinál is kellett újra tervezés, hiszen ugye október közepén, végén a Fodor Szabolcs érában soha nem látott hullámvölgybe került az együttes. Sorozatosan jöttek a vereségek, ez azt eredményező, hogy jelenleg is a 7. helyen áll az Erste Liga tabelláján az FTC Telekom. De az utóbbi mérkőzéseken, egy erdélyi túrán, egy FH 19 elleni kupa és Erste Liga meccseken, és egy Gyergyó elleni hazai találkozón azért már az látszott, hogy mind játékban, mind gólokban kezd visszatérni az a Fradi, amit a ferencvárosi közönség 4 éven keresztül látott. Egy derbi, az mindig derbi, ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés. Itt nem számít a tabellán elfoglalt helyezés, nem számít a forma. Itt, ahogy Benk András is mondta az újpestiek honlapján, az UTE csapatkapitányai, csak a szív számít. Hát reméljük, hogy megdobban majd ma a Fradi szív, és ez egy győzelmet eredményez majd itt a Magyar Kupa harmadik körének első fordulójában. Hagyományos zöld szerelésében az FTC Telekom, és fehér mez, lila nadrág, fehér sportszára vendég Újpest szerelése, és amilyenink vannak támadásban, Kermenémi korcsolyája alatt elment Kulmala visszapassza, úgyhogy ebből így nem lehetett lövés, de ferencvárosi támadással és korongbirtoklással indult a mérkőzés itt az első percben. Német Attila fordul már a koronggal, Kai Justnak volt hosszú ez a passz. Semleges harmadban visszaszerzi Just, beteszi a Fradi harmadába, de Sarcsa Antonino zsákmánya ez a korong. Ez pedig egy Tóth Adrián által előretett korong volt, ami nem volt jó csak az ellenfélnek. Óriási küzdelem a palánknál, és Nagy Gergő szerzi meg végül a sűrűből a korongot. Nagy Gergő, a Fradi csapatkapitánya, a második sorban szerepel a mai napon. Tóth Adrián és a visszatérő Oliver Bettridge társaságában. Ugye Bettridge az erdélyi túrán szedett össze egy kisebb sérülést, és kihagyott itt 2-3 mérkőzést. Ő visszatért, Julius Marva nem, és Braden Lowe sem állt a mai napon Fodor Szabolcs rendelkezésére, úgyhogy 21 fős kerettel állt ki erre a találkozóra az FTC Telekom. Az újpestieknél úgy voltak vele, miközben a miénk kapujában kezdő Arany Gergelynek megvan az első védése. A tulajdonképpen nem meglepetés, Rajna Miklós kezd a kupában idén, először véd. A miénkhez hasonlóan a második fordulóban csatlakozott az Újpest is, és ott egy mérkőzést játszott Sági Máté, egyet pedig Monostori Tamás lilamezben, de hát azért náluk az első számú kapusa válogatott Rajna Miklós. Egy lövés van, kipattanó, aztán utána Arany tudott oda szúrni a bárdal. Ez pedig azt eredményezte, hogy átmenetileg elhárult a veszély a miénk kapujánál. Marad még az újpestieknél a korong, Pereszunkó tette hátra. Nem jut el a passz, viszont Jekunenig pontosabban Shirley visszaszerzi. Ez viszont csak Arany Gergelynek jó, aki maga biztosan ki tudja tenni. Szóval újpesti oldalon visszatérőket könyvelhettek el. Kulcsemberek tértek vissza, a kapitány Benk András, Kis Dániel és Hentonen is visszatért néhány meccs kihagyásból, kijön közben a harmad az újpestiek, a korong az újpestiek harmadából. És a legutóbbi Erste Liga meccsen látott keretükhöz képest Balázsi, Kovács, Alex és László Fi nincsenek ott az újpestieknél. Ennyi tehát a keretekről.
3 perc telt el a mérkőzésből, és egyelőre nagyobb helyzet nélkül zajlik a találkozó. Szájlió kanyarodik a koronggal. Korong birtoklásban talán némi ferencvárosi fölény, de egyelőre kiegyenlített a mérkőzés, és egyelőre tapogatóznak a felek. Ugye 13 csapat kezdte meg a szereplést az idei Magyar Kupában is. Erste ligás és másodosztályú Andersen ligás magyarországi együttesek, illetve akadémiai együttesek. Az első fordulóban 6 csapat játszott 3 párban. Azonnal továbbjutó 3 együtteses csatlakozott: a Fradi, az Újpest, a DVTK. Miközben kibontakozhatott volna egy ferencvárosi helyzet, de Tóth Adrián nem kapta meg középen a korongot. Szóval az Újpest, a Fradi, a DVTK, a BEA és a FEHA 19 csatlakoztak a második fordulóban. Onnan az Újpest egy érdekes sorsolás után az Újpesti Akadémiát ejtette ki, tehát házi párosítás volt ott. A Ferencváros pedig a FEHA 19 ellen jutott tovább. 5-1-re nyert a Fradi Fehérváron, és aztán utána egy 3-2-es vereség is belefért itt a tüskében. Kiperdül a korong az újpesti kispadra, és mindezeket volt időm elmondani, mert egyelőre továbbra is tapogatóznak a csapatok. Nagy helyzet nélkül zajlott eddig a mérkőzés. Említettem, hogy egy nagy gödörből lábalt ki a Ferencváros, ugye a Fradinál is voltak személyi változások, volt 3 távozó, 2 svéd és 1 orosz légius. Helyükre érkezett Jari Szájlió, Konstán Esikemmen és József Kravál, ők egyenlőre beváltak, ugye Szájliónak is van 6 meccsen 5 pontja. Kravál éppen 2 nappal ezelőtt lőtt itt a harmadik harmadban egy duplát, amivel hosszabbításra mentette a Fradi a listavezető JHK elleni meccset. Az Újpest ugyanebben az újratervezésben még egy korábbi fázisban jár. Egy távoli lövés az Jócskán mellé ment, Jekunen eresztette meg. Ugye, amint említettem, itt is el lett küldve 3 légiós. Ancsi János azt is említette, hogy nem jött be az idei légiós igazolás Újpesten, és azt is mondta, hogy ilyen december vége, január elejére teszi azt, hogy eléri azt a formát az Újpest, amivel lennie kell. Pereszunkó elcsúszik, és így az egy ígéretes korongszerzés, Galántai. Jó, a középre tett korong! Mekkora helyzet volt, nem fért ott lövéshez sem Farkas Simon, sem Kozma. Van viszont távoli lövés, megpattanó, ez is elkerüli Rajna kapuját. Megjöttek az első komolyabb helyzetek és lövések hazai oldalon. Némi szerencsével jut el a korong Szárcsához, aki utána el tudja lőni ott a bedobókör aljától. Jól zárt a védelem is, és Rajna is. Kozma nagy harcban a korongért, Galántai megy segíteni. Viszont aztán utána kihozza az újpestiek 12-es számú játékos, a kis Filip, a sűrűből a korongot, és a lilák jöhetnek majd a saját alapvonaluk mögül. Shirley megint majdnem veszélyes helyen veszíti el a korongot. Szájli jó, aztán utána ő is elüt fölötte 2-szer. Kezdti le Szájliónak. Nem tudott vele bemenni Jari Szájlió, jöttek előtte a védők, de Seregei még megmentette. Ez pedig egy eladott korong Kesztile részéről. Pereszunkó keresi a passz lehetőséget, nem volt, Kulmele jól blokkolt. És elperdül Pereszunkó ütője fölött, úgyhogy Seregei fel tudott szabadítani. Boros indul meg nagy lendülettel, elveszíti, Szabó Rácz távolról rászúrja, Arany kitessékeli oldalra. Ez egy nagyon veszélyes passz volt, de végül Betridge megoldotta. És ez egy lendületes ferencvárosi akció lett. Betridge nem tudta ellőni. Jól védekeztek vele szemben Nagy Gergő. Felperdül a középre tett korong. Kermenyémi szúr bele. Na, kié lesz ott a palánknál, megint óriási harc. 3 zöld és 3 lila-fehér játékos is ott volt. A visszakorcsolyázó Nagy Gergő sem tudja összeszedni. Kermenyémi állt a túloldalra. Betridge. Ez így les. Kreisz megtorpant egy pillanatra, a többiek bekorcsolyáztak, és így kialakult a leshelyzet.
Ami a kupa történelmet illeti, a Ferencváros 15-ször nyerte meg a Magyar Kupát, utoljára 2020-ban, az egy a miénk szempontjából emlékezetes Final Four volt Miskolcon, ugye az akkor még szlovák extraligában szereplő DVTK és MAC, illetve a több mint egy évtizede osztrák Ice-ligás Hidrofehérvár AV 19 voltak még ott, és az elődöntőben a MAC-ot, majd a döntőben óriási országos meglepetésre a Fehérvárt is legyőzve hódította el a trófeát. A Fradi az volt a Fodor Szabolcséra egyik legnagyobb sikere, az Erste Liga győzelem, és a Ritteni kontinentális kupa továbbjutás mellett az újpestieknek 9 magyar kupa győzelme van, utoljára 32 évvel ezelőtt, 1990-ben tudtak kupát nyerni a lilafehérek, nem ma volt. Német egy korongszerzés után. Az elmúlt két szezonban bronzérmes volt a Fradi. A lilafehéreknek 2010-ben és 2018-ban volt egy-egy elveszített döntőjük, akkor voltak a legközelebb a trófeához, egy visszakapott korong a támadó harmadban. Farkas Simon, belenyúlnak a passzába. Boros bentartja, és aztán Kozma is bentartja, és rászúrja! Rajnát pedig nem zavarta a takarás, és lehúzta a korongot. Tavaly is ugyanebben a fázisában találkozott a két fél a Magyar Kupában. A harmadik körben a Final Four-ba jutásért játszottak, akkor Újpesten 3-2-re nyert a Fradi, és aztán a második mérkőzésre betegség miatt nem álltak ki a lilák, úgyhogy a miénk jutottak a Final Four-ba, ahol aztán a házigazda Fehérvár legyőzte a Fradit az elődöntőben, a bronz meccsen viszont a zöld-fehérek diadalmaskodtak a DVTK ellen. Volt a közelmúltban még egy kupa párharc, azt is a Ferencváros nyerte. Egyelőre most az elmúlt néhány másodpercben, egy-két percben az újpesti harmadban zajlott a játék, most érkeznek meg a miénk harmadában, Hentonen tette tovább. Kermeni Émi ért oda a korongra, megint óriási harc a palánknál. Elcsúszik Just újpesti oldalon, nem történt szabálytalanság, hozhatjuk ki a korongot. Kulmala. Az egy jó passz. Szájlió be középre, ez átment. Hrabal ütője fölött! Kesztiláé fölött viszont nem! És Aku Kesztile megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak a mérkőzés 10. percében. 1-0 a Fradi javára. Egy jó passz szélen, elment egy ütő fölött, viszont így lett tökéletes Aku Kesztilának, aki a jobb oldali bedobópont fölül tökéletesen lőtt Rajna hálójába. 1-0 a mérkőzés állása. És nagyon-nagyon fontos lehet, hogy kiszerzi az első gólt, hiszen az elmúlt években, az elmúlt szezonokban hagyományosan nagyon-nagyon szorosak voltak a derbik. És ez akár döntő is lehet. Kipattan a korong Rajnáról, és aztán utána mekkorát véd Mamuttal. Közel jártak ahhoz a miénk, hogy meglegyen másodpercek alatt a második gól. Először talán hibázott Rajna, hogy messzire kipattant róla a korong, aztán utána javított egy hatalmas védéssel. Marad az 1-0. Nagy Gergő, húha! Ha ebben nem ért volna bele Betteridge, akkor lehet, hogy az tökéletes lett volna a túloldalon. De beleért, így egyenlőre oda lett a helyzet, de marad a korong a Fradinál. Tóth Gergő hatalmas lendülettel. Ő is nagyon nagy szívvel játszik mostanában. Nemrég lőtte az első két gólját a szezonban, abból az egyik rögtön a 7 gólja lett az Erste Ligában. Seregély korcsolyázik visszafelé. Kovács Sebestyén üldözi. És ez az üldözés, ez újpesti korongszerzést eredményezett. Ezt csak beütni tudta Szabó Rácz. Ő egy 17 éves saját nevelési újpesti, ugye azt is említette Ancsin János, hogy nem fognak maximum egynél több légióst igazolni, megpróbálnak a fiataljaikra támaszkodni. Ezen a mérkőzésen is van belőlük a harmadik, illetve a negyedik sorban. Kovács Sebestyén, Szabó Rácz, Ritec, Pokornyi, mind-mind
saját nevelésű újpestiek. Tilos felszabadítás újpesti oldalon, úgyhogy jön vissza a korongbedobás ide Rajna kapuja elé. Ugye beszéltem róla, hogy szorosak a derbik az elmúlt szezonokban, viszont a mérleg győzelmeket tekintve a Fodor Szabolcs érában abszolút a Fradi javára billen. Megismétlik majd a bulit. 2018 óta az Erste Ligában és a Magyar Kupában 15-ször nyert a Fradi rendes játékidőben, 5-ször hosszabbításban, 4 hosszabbításos újpesti. Egy nagy lövés Rabától elkerüli a kaput, és mindössze 2 rendes játékidős újpesti győzelem mellett. Ezért az imponáló mérleg. Kulmelá nagy lendülettel Kesztile érkezik középen, Kulmelá inkább rátette. Úgy volt vele, hogyha lesz kipattanó, akkor az veszélyes lehet. Kesztile kapott egy hatalmasat. Ebből meg kell, hogy legyen a mérkőzés első kiállítása, így is van. Kesztile nem magától került a jégre, hanem az éppen előbb említett Pokornyi Dávid jó voltából. A találkozó első ember előnye tehát a Ferencvárosi. Nagyon fontos lehet ilyen szoros mérkőzéseken a speciális játék is. Fradi az Erste Liga középmezőnyben van emberelőny kihasználás tekintetében, közel 21%. Hát jó lenne ezzel most javítani. Meg is van a korong a buli után. Kesztile. A gólszerző. Egyelőre keresi a tökéletes lehetőséget. Az alapvonalról Szájlió húzta be a kapu elé. Nem tudott senki beleérni. A Gergő lopja a távolságot. Kesztile megint lő, ez most nem találta el a kaput. Hiszen nagy valószínűséggel hozzáért egy újpesti, így is van, mutatják a játékvezetők azonnal, hogy marad a buli benne a harmadban. Ember hátrányos védekezésben egyébként az Újpest 75,6%-kal utolsó előtti az Erste Liga mezőnyében, úgyhogy azért a számok alapján legalábbis lehet nekik volt lőni 5-4 ellen jó eséllyel. Még van 1 perc, 20 másodperc a Fradinak arra, hogy éljen ezzel az eséllyel. Szájlió befelé kanyarodik, kijön Rajnáról a lövés. De szép megmozdulás volt Jeri Szájliótól, aztán utána Rajna megint hárít. Hrabál bombájánál is marad a korong a Fradinál. Szájlió gyűjti be. Kesztile. Középüt Kulmala. Az pedig elment. Nagy Gergő ütője fölött. Hrabál megmentette. Ezzel viszont most ki fognak jönni az újpestiek. Még nem jött ki Jekunen, de megszerezte a korongot. És aztán utána majdnem elcseréli magát a Ferencváros, de Sörli nem tudta úgy átvenni azt a hosszú tértől előindítást a kék vonalnál, hogy azonnal el tudjon vele indulni. Nincsen tilos, ugye, ember hátrányban van az Újpest, úgyhogy szednie kellett a korcsolyáit Kermeni Éminek, megoldotta. És már seregély óriási lendülettel beemeli, megy a saját korongja után, kis Filip mellett nem férhetett el. Betridge nem tudott beleérni a palánkra lőtt korongba, Balog tette előre. Időt nyerve ezzel a társainak arra, hogy elmenjenek cserére, és időt nyert az egész csapatának, hogy leteljen a kiállítás. Le is telt, visszatért Pokornyi a jégre, kihasználatlanul maradt tehát az első ember előnye mérkőzésen. De azért egy Fradi Újpest derbi szikrázó keménységéből lehet arra következtetni, hogy talán lesz még lehetőség ember előnyben támadni ezen a találkozón, mint ahogy valószínűleg kell majd ember hátrányban is védekezni. Tilos felszabadítás ismét. Jön vissza a játék az újpesti harmadba. A Hidrofehérvár a V19 és a címvédő Deac automatikusan ott van a 4-es döntőben a Magyar Kupában. A másik ágon a BEA és a Dunaui Város küzdenek. Ezért ott tegnap a Budapesti Jégkorong Akadémia 4-3-ra legyőzte a Dunaui Várost. Az előbb mondtam, hogy valószínűleg lesz még kiállítás. Azt azért magam sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan. De ez is egy egyértelmű szabálytalanság volt Szájlió ellen. Ezúttal Benk András követte el. Nem, bocsánat.
Jekunen az nem az újpesti kapitány, hanem az újpestiek hármas mezzszámú védője, Sami Jekunen az, aki leült a büntetőpadra. A lényegen annyiból nem változtat, hogy 2 percig ismét a Ferencváros támadhat emberelőnyben. Viszont megszerezték a korongot a lilafehérek, és Nemes jól is tartotta meg elől. Seregély. Hoppá, addig pepecselt, amíg sikerült eladnia a korongot. Nemes most 2 jó támadó harmadbeli megmozdulással nagyjából fél percet nyert a csapatának. Most ebben az ember, hogy eddig nem állt fel olyan jól a Fradi. A Szájli jó most benn az ellenfél harmadában, körbelövi Kestilának. Kestile vissza Szájliónak. Kestile megint Kulmala középüt, Seregély és Nagy Gergő fönn a kéken. Nagy Gergő ellövi, rezdült a háló, de csak oldalról. Ugyanez az emberelőnyös sor volt bent, mint az előbb. Nagy Gergő elesett, szabálytalanság nem történt, viszont gyakorlatilag beesett a harmadba. Úgyhogy a társak még nem értek ki onnan, úgyhogy így még hogyha érdekes körülmények között is, de les lett. Valószínűleg Nagy Gergő vissza akarta húzni a korongot, hogy megvárja, amíg kikorcsolyáznak a többiek, de azzal, hogy elesett, azzal ez nem jött össze. Betridge beviszi a harmadba. Van még 45 másodperc a kiállításból. Ez most eddig nem egy túl hatékony emberelőny. Tóth Adrián nagy harcban a korongért. Oda megy neki Bán segíteni. Őt pedig Just szorongatta meg olyannyira, hogy el is vesztette. Ezt Betridge nem kaphatta le a levegőből. Építkezhetnek újra a mieink. Kermeni Émi. Jó passz, Galántai. Ketten a nyakában. Galántai megpróbált befelé cselezni. Betridge most menj el cserélni. Jön helyette Kozma. Letelt ismét a kiállítás, és Nemes már azt nézi, hogy úgy tegye előre, hogy esetleg abból lehessen indulni akár a büntetőpadról is, de nem volt rá ideje, úgyhogy még azelőtt vágta előre a korongot, hogy Jeku nem visszajött volna. Minden esetre kiegészült az Újpest. A korong pedig Rajna Miklós lepkés kesztyűjében pihent meg. 3 perc 53 másodperc van hátra az első harmadból. 1-0-ra vezet a Ferencváros. Akkor Kestile szép lövés utáni góljával. És van még 2 kihasználatlan ferencvárosi emberelőny a statisztikai lapon. Az újpestieknek egyenőre igazán nagy helyzetük nem volt aranykapujánál. Rajnának viszont volt már hatalmas védése. Ez eddig összességében bíztató. Kestile mélyen támadott le, és majdnem sikerült az ellenfél harmadában korongot szerezni. Aztán utána kis tette be a mieink kapuja elé élesen, nem volt rá érkező. Kis Patrik, ugye ott van kis Filip is az újpestieknél, meg kis Dániel is. 3 kis, a mieinknél 2 nagy, ugye nagy Kristóf a cserekapus. Kisek és nagyok csatáznak egymás ellen, így is mondhatnánk. Reméljük ezt tükrözi majd a végeredmény is, bár Nagy Gergő most elveszíti, és ebből Nemes veszélyeztethet. Nem találta el a kaput. Arany stoppolja le a korongot, aztán utána kockázatos lett volna Seregélynek kitenni, úgyhogy kiütötte oldalra. Kicsúszik a Fradi szerencséjére a koronga harmadból. Most már Seregély vele. Megindul nagy lendülettel. Egy jó passzal már benn
az újpesti harmadban. Utána a középletett korongra viszont nem ért oda senki. Just fordulhat, beteszi. Kovács korcsolyázott még érte becsületből, de nem érhette el. Két ember között próbált meg elmenni Farkas Simon, nem jött össze. Így viszont lehet belőle akció. Galántai visszatett korongja ellenfélhez ment. Megszerzik a vendégek. Jön a mély letámadás. Farkas meg is zavarja az ellenfelet. Benka palánk segítségével viszont ki tudta tenni Justnak a korongot, ez viszont nem juthatott el Hentonenig. Elhalt az újpesti akció. Just annyit hozzá tudott tenni, hogy visszafelé korcsolyázva beleért, ezzel megakasztotta a ferencvárosi ellentámadást, Pereszunkó. Bent tartja az nagy passz, ez így helyzet. Fú, de jól védekezett Messi Kemmen. Megzavarta az ellenfelet, aki nem tudott lőni. Jekunen, arany. Belül az utolsó percen az első harmadban. Itt most volt egy halvány újpesti lehetőség, de végül a távoli lövés után arany szerezte meg a korongot. Jekunen a buli után vissza a kapu elé. Két újpesti is kereste ott a korongot, de ott volt mindkettejükön egy-egy ferencvárosi. Térült, fordult Pokornyi, és kiemelte a saját kis padjára a pakkot. Úgyhogy hiába szerette volna itt kis Dániel, mutatta a játékvezetőnek, pontosabban kis Filip. Hogy a semlegesből jön a korongbedobás, onnan az újpesti harmadból jön. A liláké a korong a buli után. Benk előre. Hentolen korcsolyázik érte, Hrabályóval. Előnyösebb helyzetben. Kis Filip. Just. Arany. Nem volt lehetősége arra, hogy kitegye. Bólogat is Hrabál. Jelzi neki, hogy jól tette, hogy nem tette ki, mert ott volt a nyakában egy újpesti játékos. Császtál oda a bulihoz. És Nagy Gergő áll oda a bulihoz, előtte még vált egy-két szót Hrabállal. 16 másodperc még az első harmadból. Elhozzák a vendégek. Kis és arany. Kis Filip volt, aki kapura húzta. Még 12 másodperc. Igen, fontos lenne ferencvárosi szempontból előnnyel elmenni az első szünetre. Ez a Kis Filip próbálkozás most nem jutott el a kapuig. Jó volt a blokk. Tóth Adrián 3 másodperc, ebből lövés már nem lesz, illetve lett, de blokkolták. Ez pedig azt jelenti, hogy vége az első harmadnak. Aku kezdti le szép lövése utáni góllal. 1-0-ás ferencvárosi vezetéssel mennek el a felek a szünetre. Bő negyed óra múlva folytatjuk. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a zöld és fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér. E két szín mindennél többet ér. We'll be right back.
flag. No, I'm never gon' slack. Never gon' slack, never, never gon' slack. Never gon' slack, no, I gotta come back. Ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy. Akkor a mobilnanar.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanar vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér.
széles vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobildonor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Kárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobildonor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok!
Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Belül vagyunk az első harmadszünet utolsó percén, az FTC Telekom és az Újpest férfi jégkorong Magyar Kupa mérkőzésén. Ugye a harmadik forduló első találkozója ez, tekintve, hogy két meccses a párharc, majd január 4-én játsszák Újpesten a visszavágót. Ez azt is jelenti, hogy a mai mérkőzés biztosan nem zárulhat hosszabbítással, mert ha döntetlen lesz a találkozó, akkor is vége a mérkőzésnek, és öltözőbe mennek a felek, ugyanis a második meccs végére a két találkozó összesített gól különbsége dönti majd el a továbbjutó kilétét, és hogyha az egyenlő, nem számítanak az idegenben lőtt gólok, akkor a második meccs végén lesz majd hosszabbítás. Ugye már a Final Four-ba jutásért küzdenek a felek, a címvédő Deac, illetve a Hidrofehérvár a V19 már ott van automatikusan, a másik ágon a Budapesti Jégkorong Akadémia és a Dunai Város küzdenek, itt pedig másodperceken belül elkezdődik, és el is kezdődött a második harmada a találkozónak. 1-0-ra vezet a Ferencváros, a 10. percben Aku Kestile lőtt Rajna Miklós hálójába neki a Magyar Kupában. Ugye ez a harmadik mérkőzése a Fradinak az idei sorozatban, ez volt az első gólja és az első pontja is. Az Erste Ligában van neki 20 meccsen 18, és rögtön egy újpesti helyzettel indul, és egy óriási aranyvédéssel indul a második harmad. Kettő a semmiben mehettek az újpestiek arany kapujára, és a passz után, Nemes passza után Arany Gergely átért
a másik oldalra. Óriási védés volt ez a Rengeritől. Megmentette az egyenlítéstől a csapatát. Itt pedig már Betridge lő el Nagy Gergő passza után a korong fölött. Visszapattan a kapu elé, nem tud vele Oli Betridge újra kapu felé fordulni. Sprintelnie kellett visszafelé Szárcsának, de igazából végül kiderült, hogy hiába. Madácsi ugyan megindult, de tilos felszabadítás lett. Na hát Parázs tempóban, és rögtön egy izgalmas jelenettel indult a második harmad. Ugye még egyszer hangsúlyozom, lényegében nem dől el semmi ezen a mérkőzésen, de hát azért nyilván a ferencvárosi érzelmének azért jobban örülnének annak, hogyha egy magabiztos előnnyel, vagy bármilyen előnnyel sikerülne majd menni az újpesti visszavágóra. Betridge az oldalháló és kapuvas találkozását találta el, érdekesen pattant utána a korong. Nagy Gergő, Seregély, opá, az kijön a harmadból. Boros vissza Seregélynek, jönnie kell mindenkinek kifelé, Nagy Gergő el is megy cserére. Megoldotta, hogy kijöjjön a harmadból. Benk nem tudja lekapni a levegőből, és ez Seregély még löheti. Lövi is! Rajna! Ugye, ahogy említettem, ennek a találkozónak január 4-én lesz majd a visszavágója Újpesten, de derbi dömping lesz majd most az ünnepek környékén, mert addig kétszer is találkozik a két csapat. Szintén Újpesten, ugye, ahogy mondtam, két meccset már játszottak az Erste Ligában itt a Tüskében. Mindkettő szoros meccs volt, előbb 2-0-ról fordított és nyert 5-3-ra a Fradi, majd 3-0-ról jött vissza 3-2-re az Újpest, de azt is elvesztették a lilák. És most jön majd, ez így nem tilos, volt beleérő. Szárcsá, és most jön majd a két újpesti mérkőzés. Most vasárnap, illetve december 28-án az majd a Víg Balázs Vándor kupáért is megy az a találkozó. Ugye Víg Balázs az egyik áldozata a néhány évvel ezelőtti tragikus verónai buszbalesetben. Ő jégkorongozóként játszott mind a két csapatban, és a családja ajánlott fel egy Vándor kupát, amiért minden évben az év, a naptári év utolsó derbijén küzdenek meg a felek. A zöld-fehérek és a lila-fehérek. Kis a koronggal, elveszíti a saját harmadában, a saját kapuja mögött. Nem lett belőle veszély végül, sőt, Pereszunkó révén már indul az Újpest. Jó, a középre tett korong, Farkas Simon végzett kiváló center munkát ott középütt, és takarította el a kapu elélőtt korongot. Egy éles szögből leadott lövés. Megállították már a játékvezetők. Derbihez méltóan szoros találkozó, ugye olyan nagyon nagy lehetősége nem volt az első harmadban az Újpestnek, egyszer kellett talán nagyot védenie aranynak. 12-8 volt a kapura lövés a Fradiavára, de egyenlőre az eredményjelzőn még csak egy gólos a különbség. Ugye egyenlőre ez is egy szoros derbi. Ugye mondtam, hogy a Fodor Szabolcs éra 4,5 szezonja alatt lejátszott 26 derbiből, 9 is hosszabbításban dőlt el. És nagyon ritka volt amúgy a nagy különbségű győzelem egyik vagy másik fél javára. De azért a mérleg határozottan a győzelmeket illetően a Ferencváros oldalára billen. Na, idegenben, pontosabban rendes játékidőben 2020. december 28-án nyert utoljára az Újpest hazai égen. Szabálytalanság, még hozzá újpesti szabálytalanság. Ezúttal Hentonen a vétkes akadályozásért kapta. Ez pedig azt jelenti, hogy harmadszor is emberelőnyben a mérkőzésen a Ferencváros. Ugye az első harmadban volt 3 percen belül két lehetősége is 5-4-ben támadni a Fradinak. Egyikből sem lett gól. Hrabál lövi a kapu elé, nem tudott Szájlió beleérni, Kestile. Viszont most sikerült gyorsan felállni.
Említettem, hogy statisztikai alapon azért lenne lehetőség gólt lőni az Újpest utolsó előtti ember hátrányos védekezés tekintve, meg is volt a helyzet. Nagy Gergő, Szájlió, Kulmalá, micsoda háromszög volt, és aztán utána Rajna. Nagy Gergő nem lőtte el, hanem kapásból Kulmalának. Ezt talán akár lőhette volna is a kapitány. Kint a büntetőpadon a korong. Újpesti játékos ért bele utoljára. Marad a buli a lila-fehérek harmadában. Az első ember előnyben azért sikerült nyomást tenni az újpesti harmadra, a másodikban nem igazán. Most egyelőre ebbe is jól állt bele a Fradi. Kérdés, hogy lesz-e gól belőle, lesz-e kihasznált ember előny. Nagy Gergő, lövés van, mellé ment. Jó a kipattanó, Kesztyle nem tudta egyből ellőni, nem vette át jól. Most viszont visszafordul vele a kapu felé. Szájlió és Kesztyle összjátéka. Kravál át a túloldalra, Nagy Gergő. Nem tudja ellőni. Kravál. Most van lövés, Kesztyle, és újpesti szempontból jó helyre pattant ki a korong. Arany indít gyorsan. Még közel a fele hátra van az ember előnynek. Betridge. Ő már bejött, volt egy csere. És Tóth Adrián is a jégen. Kilövik a vendégek. Aranynak kell megállítania, ezt tulajdonképpen kapura lövésnek is el lehet majd könyvelni. A statisztikai lapon. Bán. Just mellett lőtte be, aztán Pokornyi nem tudja kiütni. Betridge. Kermeniemi. Van lövés! Megint van kipattanó. Nagyon sok korong pattan ki veszélyesen Rajnáról. Ezt akár ki is lehetne használni. Seregély, Tóth Adrián. Nem tette be a kapu elé, visszateszi Betridge-nek, aki elüt a korong fölött, és ezzel akár kontrázhat is az Újpest. Bank szaporázza. Jó a passz középre. Just! Mekkorát véd Arany! Fú, de veszélyes ember, hátrányos kontra volt ez a Liláktól, és Arany a második nagy védését mutatja be ebben a harmadban. És egy korongvesztés után óriási helyzet, kimarad! Mekkora tűzi játék egyik, majd a másik oldalon. Tóth Adrián került hirtelen egy hatalmas újpesti hiba után óriási helyzetbe. És Rajna is megcsillogtatta a tudását. Hát itt most akár 2-0, akár 1-1 is lehetne nyugodtan az állás. Ennek ellenére maradt az 1-0. Tóth Gergő vissza. A kapu előtt nem tudta senki összeszedni, és aztán a két védő Messikemmen és Szárcsa között kicsúszott a harmadból a korong. Messikemmen. Kesztyle. Középre megint van kipattanó, aztán Rajna saját maga javít, vetődve Bárdal. Megint kint a harmadból a korong. Uha. Uha. Az így nagyon veszélyes, de nem talál kaput végül. Nagy hiba itt, és majdnem nagy hiba ott. Ezt most megúsztuk. Messikemmen. Belövi, Szájlió megy érte. Ez így nagy helyzet. Jerry Szájliónak ez a specialitása. Ez a maga előtt keresztbe meghúzott csel. Ezzel próbálkozott most is. Volt ebből két veszélyes próbálkozása kedden a Gyergyó ellen is. Technikás, rutinos. Nagyon hosszú éveket a finn élvonalban lehúzott játékos Jerry Szájlió. Egy lövés Rabától, és ebbe is talán beleért Rajna. Bele is kellett érnie, különben kapura lett volna veszélyes. Nagy Gergő harcol a korongért, Betridge megy oda segíteni. Aztán végül elhozzák az újpestiek, Shirley. Pereszunkó indul itt a jobb oldalon, most kapná. Jól védekezett Kermeniemi. Lekapta a kesztyűjével a levegőből, aztán utána körbe lövi. Tóth Gergő bele tud érni, vissza megint a kapu elé. Az újpestiek is jól olvasták ezt. Pereszunkó. Kis Patrikkal próbált meg váltani, de nem tudott. Jól zárták a passávot a ferencvárosiak. Na ebből lehet egy lövés! Nem talál kaput! És nem is pattan vissza
veszélyesen a kapu mögött a palánkról. Pokornyi még összeszedi, ez is egy veszélyes passz volt, de erre most nem számítottak az újpestiek. Na kié lesz a korong. A ferencvárosiaké, ez viszont egy nem jó átadás seregeinek, olyannyira nem, hogy tilos lett belőle. Úgyhogy jön vissza a játék ide a ferencvárosi harmadba. Elhozzák a vendégek a buli után. Elcsúszik a vendégek játékosa, ebből lehetett volna indulni. Aztán viszont olvasták a paszt Kis Dániel. Just és Boros nagy csatában. Just kibrusztolja magának a korongot. Nem sokáig. Most visszakapja viszont. Megkerüli a kaput és aranynak kellett megint nagyot védenie. Azért azután, hogy Kajcsász nem passzolt, hanem ott befordult a kapu elé, számíthatott rá arany, hogy megpróbálja ott áthúzni a hosszúra. Olvasta Jazz próbálkozását Arany Gergely, ettől függetlenül nagy védés volt. Már a harmadik ebben a harmadban Arany Gergelytől. Megint egy veszélyes helyen eladott korong. Van kipattanó, és ebből már van egyenlítő gól. Mekkora hiba volt, Kovács Sebestyén pedig kihasználja. Eladott korong saját harmadon belül. Visszatették a kapu elé. És utána Kovács Sebestyén próbálkozását. Elsőre még megint védte Arany. De a saját kipattanóját be tudta húzni a kapuba. Egyenlít az Újpest. Hát ekkorát nem szabad hibázni ott a saját kapu környékén. És hát éppen ez az, hogy nyomás ide, korongbirtoklás oda. Ha nincs gólokban nagyobb különbség, akkor bizony egyetlen hiba elegendő. Na de van még rengeteg idő, még a felénél sem járunk a második harmadnak. Meg két meccses a párharc, úgyhogy pánikra egyáltalán nincs semmi ok, főleg, hogy bőven van lehetőség Rajna kapuja előtt is. Még akkor is, hogyha most ebben a harmadban már Aranynak is volt szüksége három bravúra is, itt pedig már ő sem segíthetett. És a speciális játék, ugye? Eddig nem volt újpesti emberelőny a mérkőzésem. Viszont ferencvárosi három is, és mind a három kihasználatlanul maradt. Ráadásul említettem, hogy egy olyan védelem ellen, amelyik azért verhető ember hátrányban, ha csak pusztán a számokat nézzük. Hát a hatékonyság az a rákfenéje a Fradi idei játékának. Az Erste Ligában mindössze 6,73 a lövő százaléka a csapatnak, amivel utolsó előtti a mezőnyben. Az első négy csapat az mind 10% felett van ebben a mutatóban. Adósak a gólokkal a ferencvárosiak, pedig a harmadik legtöbbet lövik a ligában kapura. És hát ezen a mérkőzésen is azért támadásban is, kapura lövésben is felülmúlták az újpestieket eddig a zöld-fehérek, de ahogy ebből a három nagy helyzetből is láthattuk, azért a minőség és a hatékonyság sincs meg. Nagy Gergő egy pillanatra úgy nézett ki, hogy veszélyesen tud megindulni, aztán utána vissza kellett fordulnia. Kreisz. Még el tudja kanalazni hátrafelé, azt pedig nagyon szépen szerezte meg Bán, de csak átmenetileg. Nem tudja viszont még kijátszani onnan a saját kapuja mögül az Újpest egyelőre. Nagyon harcosak most a mieink. Bán, az nagyon jó passz! Tóth Gergő kapura tudta húzni. Aztán utána oda piszkált, amikor
Rajna már rajta tenyerelt a korongon, ez nem tetszik a újpestieknek. De Tóth Gergőt sem kell félteni, úgyhogy egy kis csihip újról van szó. És az újpesti játékos sportszerűen felveszi Tóth Gergő ütőjét a jégről, és visszaadja 66-osunknak, akivel elbeszélgetett a játékvezető. De végül nem szankcionálta Tóth Gergő megmozdulását. Nem is volt miért. Nem ért hozzá Rajnához. Benk. Justot kereste, és találta meg a koronggal. Most viszont Merkesztile csippelte ki, pöccintette ki a palánk segítségével, és már a túloldalon Kermeni Émi. Rajna megint van kipattanó, az viszont kiperdül a palánkon megpattanva a játéktérről. Úgyhogy marad majd a buli az újpestiek védekező harmadában. És azért ez a harmad eddig nem a Fradié. Nem csak eredményben, hanem játékban sem sokkal kiegyenlítettebb a történet, mint az első harmadban volt. De még egyszer mondom, ez egyáltalán nem szokatlan derbikem. Hiába utolsó előtti az Újpest az Erste Liga tabelláján. Hiába voltak az egész szezonban gödörben, és a Ferencváros hiába mutat feljavuló játékot az elmúlt hetekben, a derbi ez mindig derbi. Itt viszi a szíve mindkét felet előre, ez ma is látszik. Hát így lett jó és izgalmas a mérkőzés. De csak a végeredmény számít, az pedig még bőven alakulhat. Rajna húzta le megint a kapujára tartó korongot, úgyhogy gyors egymás után már jöhet egy újabb buli. Itt az ő kapujának az előterében, erre most le tudtak csapni az újpestiek, de aztán Betridge szemfülesen majdnem visszaszerzi. Szabó Rácz, Szárcsa és Messi Kemmen bezárták az ajtót előtte. Szárcsa aztán nagy lendülettel meg is indul. Ez jó lehet még Betridge-nek. Vagy Tóth Adriánnak. Kivágják a vendégek. Ez így nem lehetett más, mint tilos felszabadítás. És ez pedig azt jelenti, hogy akkor gyors egymás utánban harmadszor is jön majd egy buli az újpesti harmadban. Ezt már elhozzák a miénk. Kermeni Émi! Előtte megint a korongfogó hálót érte a palánk fölött a pak. Megint buli, most egy picit töredezett a játék. Ennek az újpestiek örülhetnek jobban. Most egyenlítettek, és folyamatosan tudnak cserélni, tudnak levegőhöz jutni, nem tudunk nyomást tenni a kapujukra. Elhozták a miénk a bulit, de kijött a harmadból a korong, úgyhogy ez így Pirruszi győzelem volt. Veszájlió tette vissza a kapu elé, erre még a társ sem számított. Kulmelá ellövi. Ezt olvasta Rajna. Ez abból a pozícióból, olyan takarásból nagyon máshol nem mehetett, mint oda a lepkés felső irányába. Rajna azért ennél rutinosabb hálóőr. Pokornyi. Szájlió támadja Gyötri, és ez elég ahhoz, hogy elveszítsék a vendégek a korongot. Kezdti le. Seregély. Nagy lendülettel, Nemes állította meg. Szájlió ellövi. Ő most a botos oldalt választotta, Rajna ezt is érezte. Von kapu elé visszatett korong, volt is érkező, felperdült, de nem ment kapura.
Tóth Gergősz, de szépen fordul le, és utána élesen középre. Nem tudott senki beleszúrni. Bám. Nemes mellett. Elveszíti. Jöhet egy újpesti kontra. Madácsi ferdítette előre a korongot, és nem volt esélye utolérni. Fordulhat a Fradi. Tóth Gergő beviszi a harmadba. Előni nem tudta elsőre, és aztán utána Kreisznek sem jó. És jöhet egy újpesti kontra. Pereszunkó keresi az érkezőket. Nem jöttek időben a társak, ezért megtartja Pereszunkó. Aztán elveszíti, és ezzel már a Fradi kontrázhat. Kreisz. Hrabál középütt. Kreisz lefékez, és aztán utána rosszul teszi vissza Kermeni Éminek. Hamarabb kellett volna szabadulnia a korongtól Kreisznek. Aztán egy ütközés. Fújnak a játékvezetők. Hrabál terítette le Pereszunkót. És utána ezt Jakunen kéri rajta számom. Hrabál nem menekült el a bunyó elől, de aztán utána a játékvezetők közbe léptek. Pereszunkó jól van. És Jakunen is jól van, mert végül nem lett bunyó Hrabállal. Hogy utána mi lett volna azt, azt nem tudom megmondani. Minden esetre itt az első újpesti ember előny a mérkőzésen. Eddig három ferencvárosi volt, azok mind kihasználatlanul maradtak. És akkor most a lilafehérek próbálhatják meg őt a négy ellen. Németh Attila. Messikemmen Gyötri. Nem tudja megszerezni. Aztán utána Kulmala, igen. De kifelé nem tudta ütni, csak el az alapvonal mögött. Így marad a korong az újpestieknél. Shirley, két ferencvárosi veszi körbe. És így Shirley nem is tudott minőségi paszt adni. Kulmala. Ezt most szépen kiemeli. Köztile okosan csinálta. Nem indult erre, elment cserére. Kell ember hátrányban a gyors csere. Boros olyan lendülettel ment Shirley-re, hogy Shirley inkább előre vágta a korongot. Ezt is sikerül kiütni. Nagyon szép. 50 másodperccel is ment már az ember hátrányból. Kis Dániel. Pereszunkó. Egy csel jó. Utána viszont szépen szorította ki Szájlió. Pereszunkó körbe a kapu mögött. Ez nem volt rossz megoldás. Le az alapvonalra. És utána de jó volt a védekezés. Sikerült beleérni korcsolyával, és aztán sikerült kiemelni is. Már csak fél perc Hrabál kiállításából. Eddig jól működik a penalty killing, az ember hátrányos védekezés, sőt, Tóth Gergő korongot is szerez, megint sikerül előre vágni ezúttal Szárcsa. Egyébként az Újpest a második a mezőnyben, ember előny kihasználásban. Farkas indul meg a koronggal, utána felakadt az ellenfelén, de ezzel is értékes másodperceket nyertek a miénk. Olyannyira, hogy kiegészülünk, és Hrabál meg is indul a korongért a büntetőpadról visszajöve. Nagyon kellett sietni a tornyainak, hogy utolérje. Nagy Gergő elesik, de még oda piszkál, ezzel sikerül megszerezni a korongot. Betridge, seregély megtartja, sőt húzza egyből kapura, Rajna. De egyelőre nem sok látszik. Sem abból, hogy az Újpest ember hátrányos védekezése sebezhető, sem abból, hogy milyen hatékonyak a számok alapján emberelőnyben. Mert se nem kaptak, se nem lőttek. Négy kihasználatlan for tehát eddig a meccsen. Három ferencvárosi, egy újpesti. 5-5 ellen a felek a jégen. Elhozzuk a bulit. Balogh Bence megy a saját korongja után. Hrabál ért oda. Keresztezett jól. Boros szépen, Nagy Gergő.
megtartotta. Talán, hogyha egy ütemmel hamarabb tudja tenni, akkor Tóth Adrián már benne lehetne vele a harmadba. Most Nagy Gergő teszi ezt meg, mármint, hogy bemegy a harmadba. Aztán utána ad egy rossz passz Betridge-nek. Krabál segített. Nagy Gergő Fonákkal próbálta vissza a kapu elé. Aztán utána most már Hrabál. Egy jó passz, Rajna! Nagy lehetőség volt ez is. Aztán Tóth Adrián kellemetlenkedett ott még a védőkkel. Visszafújják a bulit. Bán nem tudja elhozni. Tornyai. Tóth Gergő visszaszerzi. Aztán utána indulhatnak vele az újpestiek. Sőt, Benk el is lövi. Aranyról volt kipattanó. Sikerült takarítani. 3 perc még a második harmadból. 1-1 a mérkőzés állása továbbra is. Boros nagy harcban. Saját kapuja mögött. Seregé segít. Jó a passz. Bán. Túl mélyen tette középre. Nem értek oda Krejszék. Ezzel pedig jöhet egy kontra. 2-1-ben. Just. Nem tudja előni, és utána óriásit blokkol Boros. De kellett ez. 2-1-ben hagyták ott a társak Boros Danit. Elképesztő nagyot mentett. Hát azért ebben a harmadban az Újpestnek volt több lehetősége, be kell látni. Arra, hogy ne csak egyenlítsen, de a vezetést is megszerezze, de... Azt számít, ami a táblán van, az pedig 1-1. Messikemmen. Kezdti le. Hosszan Szájliónak. Ebből is lehet helyzet. Szájlió megfordul. Élesen a kapu elé. Kezdti le! Rajna, aztán utána Áku Kezdti le arcon találja. Ebből kiállítás lesz, meg lesz egy bunyó is. Ott Messikemmen is darabol. És ott van egy másik pár is. Annak már vége, ott Szárcsa elég hamar a jégre vitte az ellenfelét. Azt az ökölcsatát másodpercek alatt megnyerte Szárcsa Antonino. És aztán utána Messikemmen is boxolt egy egészségeset. A sisakját most igazgató Pokornyival. Az teljesen egyértelmű, hogy Kezdti le jön a büntetőpadra. Ugye arcon fejvédőn ütötte Rajnát a kipattanóért való harc közben. Nem gondolom, hogy egy ilyen mozdulat szándékos lenne, de a szabályok értelmében ez valóban 2 percet ér. És aztán utána Messikemmen és Pokornyi is megkapják a magukét bunyóért. Szerintem az lehet, hogy ott egy 5-5 perces fair fight lesz, de majd meglátjuk. Ez mindjárt kiderül abból, hogy hány fő lesz a jégen. Így van. 5-4, ez azt jelenti, hogy csak Kesztiláé lesz kis büntetés. A két bunyózó fél pedig akkor valószínűleg 5-5 percet fog kapni. Úgyhogy itt a második újpesti emberelőny a mérkőzésen, 5-4 ellen támadhatnak a lilafehérek itt a második harmad hajrájában. 1-1-es mérkőzés állásnál. Pereszunkó elcsúszik az ütője fölött, így nem lett lövés ígéretes helyzetből. Aztán utána Pereszunkó visszakanyarodik. Kilép rá Kermeniémi. Nagyot védekezett most Lauri Kermeniémi. Megint ott van. Pereszunkó nem tudja előni. Passzolni viszont igen.
és aztán Rabának is kellett ott középüt figyelnie, hogy ne jusson el a másik újpesti játékoshoz a passz. Jekunen indítja a társat, Just bekorcsolyázik a harmadba, Peresunkó egy kicsit maga mögé kapja. Just, húha, Jekunen erre nem figyelt, és kijön a harmadunkból a korong. Ezek nagyon értékes másodpercek. Kulmala megy letámadni. Farkas Simon megy el cserére. Jekunen hátra. Just nagy lendülette ebbe a harmadunkba. Aztán utána lepasszolta, most kapja vissza. Föl a kékre a korong. Betridge ehhez odaérhet, nem tudta elpiszkálni. Ez így veszélyes lehet, de jól védekezett Szájlió is. Megint kint a korong, megint lehet cserélni. Már csak 27 másodperc kezdti le kiállításából. Bent Kulmala, Kermeniemi, Tóth Gergő és Hrabál. Kis Patrik volt az, és arany állította meg a lövés után a korongot. Egyetlen másodperc marad a második harmadból. 13 van még hátra Kestile kiállításából, ez azt jelenti, hogy néhány másodperc áthúzódó ember előnnyel kezdheti majd az Újpest a harmadik harmadot. Mert azért egy másodperc alatt már nem lesz kapura lövés, nem is lett. Nagy Gergő rutinos volt, rá is tenyerhet egy picit a korongra, miután ott megakadt a buli, utána lényegen ez nem változtat. Ezt a harmadot megnyerte az Újpest 1-0-ra, úgyhogy így 1-1-ről és várhatóan pokoli izgalmakkal folytatjuk majd a második szünet után a harmadik harmaddal. Bárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanar.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanar vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér.
slack. No, I'm never gon' slack. Never gon' slack, never gon' slack. Never gon' slack. No, I gotta come back. Ha otthon elfekvőben van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefont. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanar.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanar vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér.
Dibuzdi Ás vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha otthon elszakadt, van egy nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanor vagyok. És te? Sziasztok! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találja át egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanor.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanor vagyok. És te? Sziasztok!
Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Fél percen belül folytatódik az FTC Telekom és az Újpest összecsapása a férfi jégkorong Magyar Kupa harmadik fordulójának első mérkőzése. 1-1-ről folytatjuk majd ezt a találkozót. Ugye az első harmadban sikerült megszereznie a vezetést a Ferencvárosnak Aku Kestiler évén. És hát a második harmadban a számok ismét ferencvárosi fölényt mutatnak. 18-10 volt a második harmadban a kapura lövés a Fradi javára. Viszont hát ezek már közel sem voltak olyan minőségiek, és hát Rajna remekül védett. Ugyanakkor az Újpest ki tudott egyenlíteni, ugye Kovács Sebestyén révén. Három nagy bravúrt is bemutatott a harmadik harmadban a Arany Gergely. Ott már a kipattanó után ő sem segíthetett. Les! És ki is egészült a Fradi. Ugye? Volt még hátra 13 másodperc. Aku Kestile kiállításával a második harmad végén, ugye Kestile egy támadásnál fejvédőn találta Rajna Miklóst, az újpestiek kapusát. Nincs tilos felszabadítás most, abból lett egy kiállítás, amiből áthúzódott 13 másodperc, az pedig letelt, úgyhogy most már egyenlő létszámban a felek a jégen. Ugye volt egy Bunyó is, Pokorni és Messi Kemmen között, az ő büntetésük is letelt, úgyhogy nincs már senki egyik büntetőpadon sem. Jekunen veszít majdnem korongot a saját harmadában. És beszéltem róla itt már többször is a közvetítésben, hogy bár az elmúlt 4 évben a végeredményeket tekintve jócskán ferencvárosi fölényt mutatnak a derbik, mindegyik szoros volt, szinte mindegyik szoros volt, nagyon ritka volt a nagy különbségű végeredmény, sok volt a hosszabbítás is, tehát sok végződött döntetlennel a rendes játékidőben. Hoppá, egy nagyon veszélyes helyen megtörtént korongvesztés, és utána jó volt a blokk, aztán Arany szedi össze Lepkés, hát már az újpestiek egyenlítő gólja is abból jöhetett létre, hogy saját kapu mögött volt egy korongvesztés. Ezekre nagyon oda kellene figyelni. Ugye van még egy visszavágója ennek a párharcnak, a Final Four-ba jutásért vívott párharcnak, de azért egyáltalán nem lenne jó hátránnyal menni Újpestre. Arról is beszéltünk, hogy mivel két meccses ez a párharc, azért ma semmiképpen nem lesz hosszabbítás.
akkor sem, ha döntetlen lesz a harmadik harmad végére az állás. Ugye találkoztak már a felek kétszer is korábban ebben a rendszerben a Magyar Kupában, de ilyen döntetlen még nem volt. Betridge megy a korongért egészen le az alapvonal mögé, aztán utána győzött a túlerő, utána viszont Németh Attila rossz paszka. Boros egyből ellövi, ez elkerülte a kaput, de arra jó, hogy bennmaradjon az újpesti harmadban a korong. Bán! Tóth Gergő fordul vissza és tette be a kapu elé, hát Bán ott akkora szorításban volt, miután harcolt a korongért, nem érhetett oda centerbe, ezért a korongért, bár Tóth Gergő jól csinálta, és most is jól tette ki a saját harmadából. Hatékonyság, 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 ezt mondogatjuk az idei Ferencvárossal kapcsolatban folyamatosan. Sok a kapura lövés, sok a támadás, hopp, egy jó lövés távolról, megint Rajna véd. Ez is egy újabb kapura lövés. De ebből a sok kapura lövésből kevés a gól. Ugye említettem, hogy a harmadik legtöbbet lövi kapura a mezőnyben, az Erste Ligában a Fradi. És a harmadik legkevesebb gólt szerezte belőle. Ugye a Fradinak volt már a második harmadra 30 kapura lövése ezen a meccsen, az Újpestnek 18. Na itt az újabb! Kulmala! Rajna megint maga biztosan véd. És utána megint egy kis matek a kapu előtt, ez most nem olyan komoly, mint az előbb. Most nem is találta el senki az újpesti kapust. Ugye beszéltünk róla, hogy a Ferencváros már javuló formát mutat az elmúlt hetekben, az Újpest pedig egy Fradihoz hasonló újra tervezésben van éppen, és azért ennek már mutatkoztak pozitív jelei, ugye. Mostanában legyőzték a Gyergyót, hoppá, itt bemozdult, ha jól láttam, akkor Pokorni, így van. És ezért megismétlik a bulit, ezt is sikerül lehozni, sőt, van egy böllövés, Rabál. Marad a korong az újpesti harmadban. Szóval lehetett arra számítani, hogy azért nem fog rossz játékot mutatni ezzel Lilla-Fehér együttes itt a tüskében. Akkor is, ha eddig kettőből kétszer sikerült őket legyőzni az Erste Ligában. Azért az is mutatja, hogy a Fradinál már csak az Újpest volt nagyobb gödörben, hogy a Ferencváros zsinórban 8 meccses hazai nyeretlenségi szériája közben egyetlen csapatot tudott megverni október végén, és az az Újpest volt. Na most Aranynak is kell egyet védenie. Szépen gorcsolyázott körbe a miénk harmadában Hentonen, aztán utána viszont könnyed mozdulattal tudta Arany lehúzni a kapura emelt korongot. Mind a két csapat kilábalóban van a rossz szériájából. Aranyról jön ki a kipattanó, egy derbi pedig derbi. Ott garantált a szoros játék. Amit időnként egy-egy apró villanás, vagy egy-egy szívdobbanás dönthet el. Még ezen a meccsen is dobbanhat a Fradi szív a végén. Például most megindul egy hazai kontra. Tóth Adrián, Kreis Fonákkal. Volt vele szemben védő, és ez így könnyed blokk volt. Kis Patrik részéről. Marad a korong a mieinknél. Boros. Ezt most nem lövi el, hanem a palánk segítségével leteszi. Kis Filip nem tudja átvenni. Kreis. Hoppá, utána viszont oda ajándékozza az ellenfélnek. És most szerzik meg végérvényesen a Lilla-Fehérek. Peresunco kígyózik be a harmadunkba. Középütt Németh Attila centerben. Ugye ő játszott két kisebb megszakítással két időszakot is a Ferencvárosban.
aztán utána Újpesten kötött ki. Pedig Koron köt ki nála. Kint a játék a harmadunkból, Jekunen nem tudta lekapni kézzel, úgyhogy kellett érte korcsolyázni a hátra. Egyelőre most itt a záró harmad első 5 percében többet birtokolták a vendégek a Korongot. Ölkapunkra nem igazán veszélyesek, azért kellett már védeni Aranynak itt a harmadik harmadban is. Metteridge. Nagy Gergő. De meg kellene indulni azért előre. Ha így győzelemmel akarják a zöldek zárni ezt a derbit, akkor azért ennél egy fokkal intenzívebben kell majd rohamozni aranykapuját a hátralévő 14 percben. Ritec. Aztán utána nem tudott már lőni belőle, szépen szorították kifelé. Ritec Richárdot. Ő is egy saját nevelésű játékosa az Újpestnek. 18 esztendős fiatal. Nem jó ez a korong, sem Jassnak, sem Banknek. Nincs tilos, Arany talán arra számított, és ez így veszélyes lehet. Húha, nagyon érdekesen pattant a korong, és aztán utána Aranynak kell másodszor is védenie. Ez veszélyes volt, ez meg aztán egy rossz passz, ezt megköszönhetjük Jassnak. Jekunen eladja. Tóth Adrián nem tudta bekardozni a harmadba. Bank. Nagyon szépen zárt elé Messikemmel, és ez eredményezett egy korongszerzést. Messikemmel. A palánkról Kulmalának, ezt hát a túloldalon az előbb elengedtek egy hasonlót, ezt most nem engedték el Kulmalának. Úgyhogy tilos. Két kapus jócskán 90% fölött a mai napon statisztikát tekintve, de ez is sokat mondó, de volt is bravúrja bőven mindkét válogatott kiválóságnak. Kis Daniel. Kis Patrik. Bocsánat, kis Phil volt az, aki kis Patriknak tette. Elvesztem egy pillanatra az újpesti kisek között. De kis Filip, a 12-es. És ő az, akinek nincsen rövidített keresztnév a mezén, hanem csak simán kis. A kis P, ő kis Patrik. És a kis D, ő pedig értelemszerűen kis Dániel. Na, a korong meg nagy Gergő révén jut a társhoz. Tóth Gergőhöz, de most már indulhatnak a lilák a kontrával. Shirley! Rávezette Kermeniémire, Kermeniémi nyerte a párharcot, és ebből lehet fordulni. Betridge! Ritec mellett elmegy, Betridge! Megkerüli a kaput, vissza a kékre, Kermeniémi ráhúzza mellé! Nem volt veszélytelen. Kermeniémi, hoppá! Elveszíti Madácsival szemben, Madácsi mekkorát harcol! Betridge zárt vissza. Nagyon kellett. A harmadik harmad már nem is nagyon van fönn a Fradi negyedik sora. Lényegében három sorozik Fodor Szabolcs, Boros mellé. Próbál mindent megtenni. Azért, hogy legyen egy kis nyomás az újpesti harmadon. Óriási harc Benk és seregei között. Na, ki tudják-e vinni a lila-fehérek a harmadukból a korongot? Egyelőre nem. Moppot most már két játékos a jégen is. Pokornyi beleült Tóth Adrián nyakába. Szárcsa juttatja vissza a korongot. A kéken belülre. Kulmala egy csal után megtartja.
körbelövi, az jó Szájliónak. Szájlió föl a kékre, Messikemmen, elövi, kipattan Rajnáról. Marad a mieinknél, Szájlió, egy csel, két csel. Visszafordul vele, Messikemmen lövi el, Rajna lehúzza. Remek igazolás Jari Szájlió, ez már látszik mérkőzések óta. Ugye van 6 meccsen 5 pontja az Erste Ligában. A Magyar Kupában még nincs neki, de csak egy mérkőzést játszott. Összeszedett egy kisebb sérülést. De nagyon veszélyes és nagyon sok helyzetet teremt a társaknak a támadó harmadban Jari Szájlió. Ez a mai mérkőzésen is látszik, az előbb is látszott. Jó messzire repült ki a korong. Nem is akadt el a korongfogó hálóban, a fölött ment ki. A kapu mögött a nézőtérre. Na ezt a bulit meg visszafújják a játékvezetők. Közelítünk a harmadik harmad feléhez. Ebben a játék részben nincs gól, összesítésben 1-1. Trabál oldalra, Kermeni Émi. Betridge Nagy Gergőnek. Nagy Gergőbe a kapu elé, Tóth Gergő nem tudta kapura húzni, Kermeni Émi. Visszaemeli, Rajna nyújtózkodott érte, nem kellett hozzáérnie. Kis Patrik. Ezt jól játssza meg Shirleyhez. Krabál Shirleyvel szemben, váltás. Pereszunkó. Nem tudta betenni a kapu elé, úgyhogy veszélyes legyen. Pokornyival csinálta meg a váltást, de közbeavatkoztak a ferencvárosiak. Betridge és Kis Patrik nagy harcban, oda megy egy-egy ferencvárosi és újpesti még segíteni. Megvan a korong, Krabál. Tóth Gergő beleér, tilos. A felező mögött ért még bele. Megpróbál gyorsan elmenni még cserére, de addigra már érvénybe lépett a tilos felszabadítás, aminél ugye a tilos ütőfél nem cserélhet. Úgyhogy most Bánnak is le kellett mennie vissza a kis padra, és Nagy Gergőnek pedig bejönnie. Úgyhogy oda is áll Kyle Justal szemben a bulihoz a Fradi kapitánya. Végül az újpestieké a korong, Tornyai. Húz lefelé. Egy lövés, laposan, veszélyes volt Benktől. Aranyhatta ott a mamutját. Kermeni Émi. Megvárja, amíg elfoglalják a társak a megfelelő pozíciót, aztán indít. Bán. Benk mellett elhúz. Bán. Már lenne az alapvonal mögött. Váltás Tóth Adriánnal. Kreis próbálja magát ott tisztára mozogni a kapu előtt, nem sikerült, Tóth Adrián megtartja. Messikemben is opció, most kapja a kéken, Szárcsa nem tud lőni, jól lépett rá ki Hentonen. Tóth Adrián. Most Kreis elengedi, Messikemennek még jó. Tóth Adrián. Elveszítik a mieink. Nem lett belőle veszélyes lövés. Szájlió. Szép lefordulás. És egy jó passz Szárcsának. Aztán utána remekül zártak Szárcsa elé. Visszaszerezzük a korongot. Kulmala. Óriási csatában. Megtartja Rasmus Kulmala. Kapu előtt senkinek nem tudta adni. Na most már ketten a nyakában. Boros megpróbálta egy labdarúgókat megszégyenítő mozdulattal bent tartani a korongot, nem sikerült. Szájlió viszont visszazárás közben megmenti. Továbbra is nagyon nagyot játszik Jari Szájlió. 8 perc még a mérkőzésből. Most egy picit nő a nyomás az újpesti harmadon. Nincs viszont eredménye, és nincs nagyon veszélyes kapura lövés. Egyenlőre nincs, de még lehet. Nagy Gergő. Pokornyi zárt vissza. Nem jutott el a címzethez a korong.
Ez Kermeni Émié kell, hogy legyen. Övé is. Seregély. Kermeni Émi kapja vissza. Egy pontatlan átadás. Kermeni Émi nagy harcban a korongért, kis Patrik kotorja el tőle. Tornyai. Krejsz üldözi. Próbálunk most mélyen letámadni. Ebből viszont jöhet egy újpesti kontra Pereszunkó. Hrábál ért oda-vissza. Uha! Arany elhibázza. Nem volt szerencsére érkező újpesti középütt. Ez nagyon veszélyes lehetett volna. És egy-egynél ennyivel a vége előtt igazán lehetne mellőzni ezeket a hibákat. Ütnek egy tilost az újpestiek. Jön vissza a játék ide a harmaduk elé. Pontosabban a harmadukba. Kesztile megy bulizni. Nemessel. Elhozza a Kukesztile. Szájlió. Kesztile már az alapvonal mögött. Szárcsá. Nem tudott egyből lőni. És látszik, hogy sehogy nem fog tudni már lőni, mert kiszorított a Benk. Nemes ütötte ki jól, aztán utána Benk ütőjéről leszedi a visszalépő Szárcsá. És visszaszerzi. Jöhet megint a Fradi. Messikemben nagy lendülettel, még mindig nála. Pokornyi felborította, aztán utána be is akasztott neki egy kicsit, nem volt szabálytalanság. Boros elütt a korong fölött, aztán utána viszont lelövi az alapvonal mögé. Már Nemes fordul ki vele. Kesztile. Boros. Már igazán lehetne egy egészséges lövés sem megkínálni Rajnát. Körmeszakadtáig védekeznek az újpestiek az elmúlt percekben, és próbálnak kontrázni, a mieink pedig a harmadot nyomás alatt tartják, a kaput nem. Ez megint egy újpesti tilos. És már csak 5,5 perc van hátra. A játék megvan, a fölény megvan. Az utolsó megmozdulásokban valami mindig hiba csúszik. Nagyon elszántan védekeznek az újpestiek. Ugye egy biztos, bárki lő itt gólt. Még a hátra lévő időben kapus lehozatal utána garantáltan nem lesz. Hiszen a két meccs összesítésében a gólkülönbség is számít, úgyhogy itt most nem mindegy, hogyha valaki kikap, akkor mennyivel kap ki. Úgyhogy ilyen edzői húzásra ne is számítson senki a hajrában. Kermeni Émi be a kapu elé, Tóth Gergő nem tud ráfordulni, Betrics ellövi Rajna. Talán fejvédővel, talán vállal. A lényegen nem változtat, Nemes már integet, hogy lemenne, aztán utána még bele kellett piszkálnia. És ez így lett jó a társnak. Pereszunkónak Tornyai. Kermeni Émi blokkolt. Nem jut ki a harmadunkból a korong, és ez így veszélyes lehet Hentonen. Elhárul a veszély átmenetileg, aztán sikerült visszalőni. De ezzel már Krejsz indulhat. Kicsit a hátam mögé kapta Bán, még megmenti eddig. Just. Hatalmas lendülettel érkezett Hrábál, aztán egy pillanatra egyikük sem tudta, hogy hol a korong. Véletlenül kinyílik a Fradi büntetőpadja, amire majdnem kiesik Tóth Adriád. Ritkán látható pillanat ez. Az akasztotta meg egy pillanatra a 22-esünk lendületét, hogy majdnem kizuhant a büntetőpadra, ami kinyílt mögötte. Messikemben keresztez. Szükség volt rá, különben kanyarodhatott volna a kapu felé Madácsi. Van lövés, és van újpesti gól a hajrában. Hát hihetetlen,
szinte végig támadja a Ferencváros a harmadik harmadot, és egy kontrából az Újpest szerez gólt mégis. Megharcoltak a vendégek a korongért a kapu mögött, és most volt jó helyre visszatett korong, amiből volt lövés is. 2-1 az Újpest javára. 3 perc 46 másodperc van hátra a mérkőzésből. Madácsi harcolt a korongért a kapu mögött, és Colin Shirley volt a befejező ember. Ő szerzi az újpestiek második gólját. Ej, de kár érte! És megint. Megint az a fránya hatékonyság. Messze túllövi az Újpestet a mérkőzésen a Ferencváros. És gólból mégis az Újpest szerez egyel többet. Egyenlőre. És a végelszámolásnál csak ez számít. Hentonen emelte kapura messziről. Arany stoppolt el a seregeinek, és már Kermeni Émit gyötri Kajjászt. Kermeni Émi lefordul vele. Pereszunkó. Sikerült elválasztani a korongtól. Hiába van meg a küzdelem, hiába van meg a harc. Bán közben Rajnának kell nagyot védenie! Nem hiába van meg a harc, mert van egy elítő gól 2,5 perccel a vége előtt. 2-2! Megjön az a hatékonyság a végére! Bánt kell megdicsérni, aki elvitte egészen a kapuig a korongot, de utána nem ő fejezte be. A lényegen nem változtat, 2-2. Hát ráhozta a fradi szurkolókra a frászt a Ferencváros. Kreis Bruno egyenlít. Hát Bánnak legalább akkora érdemei vannak ebben a gólban, mint a befejező Kreis Brunónak, aki saját harmadából vitte végig óriási lendülettel a korongot. Már ő maga is befejezhette volna, ott Rajna még óriásit védett. De aztán Krejsz érkezett középen. Na ez már mindjárt máshogy néz ki, és 2 perc még van a mérkőzésből. Az alatt még akár egy győztes gólt is be lehet préselni. Kulmalá. Ezt most blokkolják, és ebből megint indult az Újpest. Na az a miénk szerencséje, hogy Pereszunkó korcsájáról messzire elpattant a korong, pedig ebből megint lehetett volna egy 2-1. Na hát mennyivel másképp néz ez így ki? Pedig azért, amiről elkezdtem 2-1-nél beszélni, az továbbra is igaz. A helyzet kihasználással, ahhoz képest, hogy mennyit lő, meg mennyit támad egy-egy meccsen belül a Fradi, a helyzet kihasználással és a gólokkal azért még mindig adós az FTC Telekom ebben a szezonban. De a játék már egészen másképp néz ki. És valahogy így kell úgy harcolni 60 percig Fradi szívvel, ahogy azt Fodor Szabolcs mindig elmondja. Mint most. Na de figyelni hátul, mert jönnek a lilák is azért a bizonyos győztes gólért. Még egyszer mondom, hosszabbítás nem lesz. Akkor sem, ha így lesz vége a találkozónak. Akkor majd január 4-én eldöntik a felek. És aztán utána Nagy Gergő megindulhat a kapu felé. Meg lehetett volna a győzelem, de nincs meg. Még mindig ott a korong, nem sikerül seregeinek sem bepréselnie. És végül Jekunen hozza ki a sűrűből és indítja a társat a túloldalon. És itt pedig egy újpesti helyzet lehet, óriásit védekezett Betteridge.
Nem figyeltek a csere után meginduló Nagy Gergőre az újpestiek, és Bán megint beüteti Kistahintába. Rajna! Fú, micsoda jelenetek mind a két kapunál itt a végén. Mind a két csapat köröm szakadtáig küzd, hogy valahogy behúzza ezt a meccset. Egy az egyben mehetett Nagy Gergő. Meccsmentő védés volt Rajnától. 20 másodperc még, és korongszerzés az ellenfél harmadában. Nem tartott sokáig. Sikerül bentartani eddig. 12 másodperc még, ebből már nem nagyon lesz lövés. Így még lehet majd, mert 10 másodperc maradt, és tilost ütöttek az újpestiek. Fú, de nagy helyzet volt. Nagy Gergő ütőjében marad a ferencvárosi győzelem egyenlőre. Buli után Kestile előre bulizott. Szájlió ellövi, megnézte magának a rövid felsőt, nem találta el. Seregély még vissza a kapu elé, abba pedig nem tudott beleszúrni középű Taku Kestile. Ez pedig azt jelenti, hogy 2-2-vel ér véget a Magyar Kupa párharc első mérkőzése. Ezt a találkozót nem vitték döntésre a felek. A Ferencváros tudott vezetést szerezni, fordított az Újpest. Itt a harmadik harmad hajrájában lőtte a vezetőgólt a lila-fehér együttes, de aztán utána ki tudott egyenlíteni a Ferencváros. Egyszer megdobbant a Fradi szív, sőt Nagy Gergő el is dönthette volna a mérkőzés, de Zicserben Rajna óriásit fogott. Úgyhogy 2-2-ről folytatják majd a csapatok. Kétszer találkoznak az Erste Ligában még december során, először most vasárnap, aztán utána január 4-én jön majd a kupa visszavágó Újpesten. Ott derül ki, hogy ki lesz az, aki bejut a Final Four-ba. Holnap mindkét csapatnak mérkőzése van az Erste Ligában, úgyhogy sokat nem pihennek, a Fradi Dunaújvárosba látogat, az Újpest pedig Káposztás megy erre a BJA-hoz. Én pedig megköszönöm a mai napra a Fradi Média YouTube csatornájának, a nézőinek a megtisztelő figyelmet. A végeredménnyel búcsúzom, FTC Telekom Újpest 2-2. Boldizsár Mártont hallották, a viszontlátásra jó éjszakát! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér. E két szín mindennél többet ér. Never gonna slack.
slack. Never gon' slack, never gon' slack. Never gon' slack, no, I gotta come back. Ha otthon elszakadt, van egy nem használt okostelefonotok. Ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy, akkor a mobilnanalag.hu megtaláljátok a további részleteket. És szerezzetek örömet másoknak. Én már mobilnanalag vagyok. És te? Sziasztok!